Laci bácsi, álljon már meg maga is, gyerekek! Jaj, majdnem elfelejtettem! A fagyos idő ellenére is sok család ment ki advent harmadik vasárnapján a szekszárdi Szent István térre, hogy részt vegyenek a gyertya közös meggyújtásában, és együtt szórakozzanak. Most jöttünk a gólyalábas előtt, tehát kimondottan arra jöttünk. A harmadik, az öröm rózsaszínű gyertyáját Gyurkovics János szekszárd alpolgármestere gyújtotta meg. Rövid köszöntőjében arról beszélt, hogy öröm látni, hogy az ordi időjárás ellenére is minden vasárnap emberekkel telik meg az andrádi rendezvényhelyszín a Tolnai megyeszékhelyen. Lehetőségekhez mérten látogassunk el ide a térre. Gyakorlatilag itt a kézművesek is árulják a portékájukat. Itt a hideggel dacolva minden nap ki vannak nyitva, szebbé tudják, vagy szebbé próbálják tenni ezt az időszakot is, és mindenkinek lehetőséget biztosítanak az ajándék megvásárlására. Bátaszéken is sokan ellátogattak az adventi forgatagra az zuhogó eső ellenére. A már hagyományosnak számító rendezvényt idén a művelődési házban tartották, ahol helyi fellépők szórakoztatták az oda látogatókat. Reméljük, hogy egy kicsit ráhangol minket a karácsonyra ez a program, mert már nagyon hiányzott a Covid és az elmúlt évek zűrjei után, úgyhogy reméljük, hogy ez egy picit segít a karácsonyi hangulattal. Volt olyan is, aki a bevételt jótékonysági célra ajánlotta fel. Minden évben jövünk az iparosokkal, hozzuk a forralt bor, teját, és amit kapunk pénzt, azt felajánljuk a nagycsaládosoknak, jobban van a családsegítőbe, úgyhogy minden évben alig várjuk ezt a rendezvényt. A Gárdonyi Zordán református kórus minden esztendőben adventkor szervezi meg a Magyar Kórusok Napjához kötődően találkozóját azzal a kettős céllal, hogy egyrészt fenntartsák a kórus éneklés hagyományát, másrészt ezzel a programmal is emeljék az adventi várakozás ünnepélyességét. Advent időszaka van. Várakozás az Úr eljövetelére, amely az elmélkedés, a lelki feltöltődés, az adakozás és a megnyugvás időszaka is egyben. Ezekben a hetekben a karácsonyra történő lelki felkészülés mellett egy kulturális intézményben számos évvégi vagy jótékonysági koncert zajlik, és munkatársaimmal együtt mi is igyekszünk tartalmas programokkal szebbé tenni a készülődés időszakát. A programra ezúttal 4 kórus kapott meghívást, akiknek műsorában az adventi időszakhoz kapcsolódó művek is szép számmal csendültek fel.